Mothrad. Halló, tessék. Halló, jó napot kívánok. Gamer. Jó napot. Olvasom az újságban, hogy pedakobráik van eladó. Megvan még? Megvan. És azt szeretnénk kérdezni, hogy ebben benne van a 32-es kardán tengely? Micsoda? A 32-es kardán tengely? Ezt most mire mondja? Hát benne a motorban, ami hozzá kapcsolódik. Hogy benne van, vagy nincsen, vagy ezt majd később kell beletennem. Ez egy... Nem értem különben, miről van szó. Rokhoz. Tessék? Nem ért a motorokhoz? De értek hozzá, de nem értem, hogy miről van szó. A motorban, ami megy a kardántengely, és így hidraulikusan emelkedik föl, és akkor abban benne vannak azok a drótszálak, amik kihúzzák azt a lóerőt, ami megadja nekik. Érti? Nem igazán értem, hogy miről van szó. És? Hát ez egy egyszerű két ütemű motorja van ennek, nincs semmi különös rajta. Nem tudom, hogy mire gondol. Az ütemek rendesen működnek? Kicsoda maga? Démer Lajos. Zentai? Nem, Szobotkai. Szobotkai? Nem tudom, hogy mire cél az evej a... Hogy is hívják a... Ez egy egyszerű kétütemű motor, mit lehet ezért? Van egy variátoros váltója, és ennyi az egészen, most mi ez a különös? Akkor valószínű, hogyha nem a 32-es, csak a 16-os lehet benne, ugye? Hát én megmondom őszintén, nem tudom. Én ezt ahogy vettem, így van, én nem bántottam. Hát a fogalmam sincs, hogy mi van benne. Magának valamit kitoltak magával. Miért? Hát hogyha nem tudja, hogy a kardán tengely benne van itt. Kardántengely, faszom aztán. Kardántengely, milyen kardántengely, nem faszom már meg. Jó, elég vagyok most már. Mit? Kérdezem a motrot. Hát jó van, értem. Kardántengely, ugye? De hát, hogyha... Meg a centrifugális reduktor, ugye? Ha? Hát nem tudom a reduktor. Nem tudom magam, hogy elmagyarázni. Mostan a orvosan az 50 köpcent is. Itt van? Itt vagyok. Ez 50 köpcent is ez a motor? No, de kicsoda maga? Démer Lajos. Jó, komoly. Hát persze, hogy. Nem úgy veszem észre. Itt lakok Szabadkán. Maxim Gorki út 18-asba. Mit mondjak, telefonszámot? Hát nem tűz. Most nem tudom, akkor azt hittem, hogy ért a motorokhoz és még bírjuk beszélni, de hát akkor ezek szerint nem. Hát én még ilyet, hogy kardántengely, hát. Nem is ilyet. Jó. Csillázni nem vagyok, nélem egy motorba kardántengely, no, ezt tisztázzuk meg. Hát hogy gyújtsa be másképp, hogyha a hidraulika nem működik, meg a kardántengely nincs benne, akkor a motorot hogy bírja? No, ez tényleg most már nagyon nézek is. Nagyon köszön. Hát az, hogy motorokhoz értés nem ért hozzá. No, hát te ezt nem értesz hozzá? Hát én... Hogy te nem értesz hozzá, hogy ezekben nincs kardántengely? Hogy te nem tudod ezt? Ha? Az enyémben van kardántengely. Akarsz venni motort, azt nem tudod, hogy a motorban nincsen, csak a traktoroknál. Hát... Kardántengely. Az enyémben... Ganészórónál van kardántengely, azt meg nem a motorban. A ganészóróban nem kardántengely van, hanem hidraulikus kar. Az, igen. Jó, viszont hallás. Várjál még, barátom. Nem várok én semmi, nem érek fel. Van én nekem dolgom, ilyen hülyeségeket hallgatni. Jó van, akkor csak muszáj lesz a srácokat, hogy megnézzék. Mi tudod?
Akkor hol lakik, hogy megnézzük ezt a motrot, hogy benne van a kardán tengely, vagy nem? Nem lakik sehol. Viszont hallak. Nem lakik sehol, hogy lehet az?